Hát sziasztok, köszöntelek titeket egy videóban, és mondhatom azt, hogy egy újabb videóban. Nagyon ritka, amikor így nektek jelentkezek ki teljes arca, meg mindennel, meg most legalábbis ezt is tesztem nektek a kamerát, mert már csináltam egy videót nektek erre egy vonatos üdít, hogy milyen is ez a telefon, tulajdonképpen ez minden jó, vagy mit tud, vagy mit nem tud. Na, én most ebben a telefonnak fogunk egy videót csinálni most nektek. Egy kis unboxing videót, ugyanis mutatom, hogy mi lenne most szó. Vélet a kupért is, bocsi. Na gyerekek, nagyon sok alkalommal találkoztam, hogy ilyen reklám, amit látjátok, ezt a videót nem ők szponzorálták. Ez a Temu-nak az alkalmazása, és is Temu.com. Most akarom, hogy egy pár dolgot akarni, hogy ne látszódjon benne. Rendeltem tőlük egy csomagot, és hát ezt tudjuk most megnézni, mit is rendeltem, ugyanis hát a legelső regisztrációnál egy pár száz forint volt, hogy mennyi volt. És így meglátjuk, mit fog ez tartalmazni, és mindjárt meg is, ki is mondjuk. Na, hát valahol valami bontást találni, ott van egy kis lyukacska. Most csak kicsit elbaszom a felvétel minőségét. Hát ez egy kicsit nem lesz egy célmunka. Na, tehát nem szakadjuk szét. Na, elméletileg itt van egy kis, hát nem a magyar útmutató. Na, mindenek franciátok, ez minden nyelven van, és akkor most oké, talán azt, hogy hol bontanak, ez nem van még blokkolva, még tovább, úgyhogy... Na, ennyi, megállítom azt, akkor kibontom azt, nem akarom teljesen, de itt van a dobozhoz teljesen kínai termék, várjál! Nem, nem, ez is nem van zárva, na! Na, minden jövök! Na, hát elméletek minden igaz, én ezt láttam meg, egy ilyen... közösségi adatok a hirdetésében. Elméletileg ezt rendeltük meg, egy ilyen, amilyen kis kamera stabilizátor, ez minimális, úgyhogy most kis kiegőt mondtam, hogy hova lesz szét között szedni. Na nézzük, mi van ebben benne. Hát első kör, ilyen útmutató. És hát... aha, ez egy kis izé, ilyen kis stabilizátor, ha jól látom. Hát sejtésnek sejtés, ezt rendeltük. Hogy ez mi volna? És itt van feje lefelé az info. És jól látom, csak ennyi van benne, akkor azt átközt ebben az utódhoz, mint minden, akkor lehet, hogy egy kicsit elnéztem a dolgokat. Itt van hozzá egy kis útmutató, hát szerintem ez nem biztos minden nyelven van benne. Kínai nyelv is, köszi. Ez ilyen lámpa volna, hogy micsoda? Azt hiszem. Bár látod, hogy ez ilyen vakú, mert én nem ezt a hirdetést láttam, bár én elég érdekeset láttam, valószínűleg hogy annak itt hoztam még alkat részek. A két ilyen izé. Várjál csak, van itt még valami alatta? Nincs. Ennyi. Hát tulajdonképpen kaptam egy ilyen izét. Szerintem ez ilyen kis állvány lesz majd, mert rá kell tűzni. Hát nem tudom, lehet, hogy más néztem el, mert azt hittem, hogy ez egy ilyen stabilizátoros, ott láttam már, hogy stabilizátorok kezdtem először izélni, és látom, hogy ilyen USB-C, meg egy USB kábelt kapunk hozzá. Hát ez valamilyen töltő lesz szerintem, inkább ez ilyen... Majd mindjárt, ez az útmutató, akkor mindjárt látom, ez mire jó, hiszen az, ami engem ilyen világít, már nem ezt láttam a hirdetést, mert még kis kamerát láttam. Lehet, hogy rosszat néztem. De majd lehet, hogy nézem, mert én stabilizáltat akartam volna, de hát ezek szerint akkor olyan más néztem el. Na, mindjárt össze nézem, mit találok benne, azt akkor mindjárt összerakjuk, azt akkor meglátjuk. Na, hát időközben ezt ránéztem, ez egy ilyen gimbal erősítőnek tűnik, ilyen világítós. Jaj, egy kicsit azért üti a fényt, de tulajdonképpen ez egy lámpa, akkor így mondom, hogy nem is tudtam, így a fényes asztalt ágább látjátok, és a szemben ez vibrálja. Tehát ezek szerint ilyen gimbal, ilyen, és hát ilyen, olyan lámpa, mint a izé, ez a kamera állvány, ez ilyen állvány erősítő, tehát ilyen lámpa, lehet elkötni egy lámpát, hogyha akarsz videózni, még nem elég a izé, akkor beletűzöd a telefonba, nem tudom micsodával, ezt a gimbal akkor beletűzni, de lehet ezt beletrakni izébe is. De várjátok, mindjárt mondom, sötétben kicsit a kupét, mert erre is vagy bocsika. Na, leadottam a lámpát itt közben, hát elméletileg ez valami ilyesmi, azt hiszem, ami most ilyen, hát ilyen plusz vakú. Tehát, hogyha olyan van, hogy ilyen sötétben vagy valami,
és most csak közben tartom az ujjamat, és egyszer az ujjamat, így háttal tartom az ujjamat, hogy ne essen le. Ez tulajdonképpen ez egy ilyen milyen erősítő, ilyen gimbal, meg ilyesmihez, úgyhogy ha ilyen sötét vagyok, akkor így tudom magamnak is fényt csinálni, bár az én szemet biztos irritálni fogja, de ez ilyen erős, és ez lehet is tölteni, hogy nem merül, akkor fönt tudom rakni töltőre. Mert bár elvileg egy gimbalt akartam volna rendelni, de már lehet, hogy miután ezeknek azonnak még egyszer, még van lehet, hogy az összecsomagom is, majd lesz még lehet, csak egy másik videót is majd, ha megnézik egy másik csomagom, mert rendeltem közben egy újabbat, ezt már lehet, hogy majd csak majd a február tájékán tudni meg kapni, ha nem sietik el a dolgot, de szerintem biztos fognak haladni vele. Hát majd ilyen kisebb lámpának ez pont jó lesz, majd szerintem, hogyha véletlen ki még most valamelyre bekapcsolom a lámpát, azt akkor tudok világítani. Most ilyen izének biztos, hogy jó, mert ez ilyen kiegészítő szerintem, amit én rendeltem, majd a... Mert ez ilyen mini size LED light, hiszem ez ilyen izére való, szerintem egy gimbalhoz való lesz majd, vagy ami hasonló. Jó, hát hogy rosszul láttam a csomó izét, mert azt hiszem, hogy ez ilyen erős, ez nem tartozik a többinek. Na, hát ebben a videóban ezt akartam nektek bemutatni, én nem tudom, mikor ezt kirakni, de lehet, hogy ez héten kint lesz. Úgyhogy van egy kis, hát ilyen, mit ilyen mini zseblámpa. Egy pár száz forintért rendeltük, úgyhogy ilyen kis, és akkor is kapcsolom a vaku, és vissza is kapcsolom ez a vaku. Tehát ha ezt rákapcsolom, akkor elmegy a vaku, így akkor a telefonok a vaku jövő visszajön. Na, de mindes azért ezt a telefonnak köszönjük szépen, majd az újabb unboxing az meg majd lehet, hogy később lesz, és mutatni, mit rendeltem. Hát van egy kis ruha is, mert azt mondják, hogy a ruhák, állítok, jó ruhákat adnak, na ezt majd most megteposztjuk egy ilyen, nem mondom ki milyen, része, de egy súlya hason nem ült. Úgyhogy, bár jó, nem ők szponzorálták, ezt én még vettem magamnak, úgyhogy majd akkor nézzek ilyen gimbalt, hogy keressek még majd hozzá, nem tudom, hogy találkozni, ami jó ára, azt akkor. Még az akartam, hogy lenne egy gimbalt, azt akkor tudnám mozgatni, úgy, mint a izé, és akkor nem kéne, hogy kidobjak rá egy normálisabb, ami több százezer forintba is került, akár de több tízezer forintért is van. Na, ebben a jó kis szép háttérrel látjátok, egy három izét itt összegyűjtöttem az életeim sorban, össze kell válogassam, mi az, ami több van, azt majd max majd izeg elhasználom. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, aki itt volt a videóban, megnéztétek, és hogyha tetszett, akkor... És majd nem tudom, hogy mikor jelentkezek ilyen tartalmakkal, illetve ezzel a videó keresztül, mert most fog 2024-ben töltöd egy videót, úgyhogy ezen a videón keresztül is kívánok mindenkinek most már nagyon utólagosan boldog új évet, és majd nem tudom, milyen tartalmakkal fogok majd ünni idén, majd meglátom, hogy érek rá, mi lesz ez kedvem, de majd szeretném csinálni a buszos tartalmakat is, majd mindenképpen, persze ez most már jó idő, meg minden, majd lehet, hogy valaki még majd egy kicsit vonatozni is, majd azon, hogy messze nem tudok még elmenni sajnos, mert ezért érdekel ez a világ is egy kicsit, de majd meglátjuk azt, amit hoz itt a jövő, úgyhogy köszöntöm a figyelmet, itt voltatok, és akkor világításban gazdag szép napot, vagy szép estét, hogy attól függ ezt a videót, mikor láttátok. Sziasztok!